ezt a részt az előadásnak egyébként. És ebben majd a képernyőn megjelenő linken lehet követni az előadását a mobil eszközök segítségével. Aki pervezze, előhajtogathat egy tabletet vagy egy laptopot is. Szóval, sziasztok! Ez a Joynect, ez egy ilyen nagyon-nagyon izgi új technológia, aminek az a lényege, hogy így prezentálás közben így elmentek arra az URL-re, és akkor ott egyrészt látjátok a szlájdokat, így a mobiltelefonotokon, aminek így, most így hirtelen nem tudom, mi értelme van így rögtön, mert hogy ott látjátok a szlájdokat, de a lényeg, hogy így kérdéseket tudtok feltenni, és lájkolni tudjátok egymás kérdéseit, úgyhogy az előadás végén nagyon szívesen meg fogom válaszolni a legtöbb lájkot kapott kérdéseket, és akkor nem kell ezt a mikrofont hurcibálni ide-oda, és anonim is fel lehet kérdéseket tenni, úgyhogy nyugodtan lehet ostobaságokat is kérdezni. Nem fog kiderülni. Szerintem mehet. Na, akkor most indul az előadás. Sziasztok, én Csibi András vagyok. És arról szeretnék beszélni nektek, hogy a kiszolgáló infrastruktúránk az így hogyan változott az elmúlt néhány évben, hogyan evolválódott, és hogy így az különböző evolúciós lépésekben hogyan értünk el nagyságrendekkel jobb teljesítményt így a válaszidő szempontjából. Hát az előző szlájdon még lehetett látni, hogy ott van valami ilyen magic vagy science. Hát ez most már nagyon a vége. De hogy egy a második slide ezen. Hogy azt csináljuk a Scrubnál, ilyen ajánlórendszereket csinálunk, megnézzük, hogy az internetekben mit csinálnak az emberek, és hogy ebből próbáljuk kiokumulálni, hogy most akkor az egyes usereknek mi lehet így releváns éppen, és így azt rakjuk eléjük, egyrészt ilyen ajánlódobozok formájában, másrészt pedig ilyen online hirdetéseknél is, így ez tök jó, hogyha tudod, hogy mit szeretne venni az adott ember. De hogy ez nem is annyira fontos, ami fontos, az a következő szlájdon van, hogy hát van egy ilyen webszervisünk, ami pont olyan, mint ahogy így elképzeled, így van egy valami dolog, ami kapja a lekérdezéseket és vissza kell adni válaszokat, és hát így nekünk is azok a dolgok fontosak, mint a webszerviszeknél általában, tehát fontos egyrészt a nagy rendelkezésre állás, meg fontos a skálázhatóság, de hát ami igazából a legfontosabb, az a gyors válaszidő, az alacsony latency, mert mi minél hamarabb szeretnénk kirajzolni a felhasználók böngészőjébe az ajánlásokat. És már ilyen latency számot fel is rajzoltam, csak hogy legyen viszonyítási alapunk. Zölddel kiemeltem a 60 fps-t, ez a tipikus monitoroknak a frissítési frekvenciája, tehát ez az, ami egy nagyobb lesz szempillantásnak felel meg. Hogyha ennél valami gyorsabb, akkor az biztos nem fogod észrevenni. Szóval ez egy ilyen jó baseline-nak tűnik. Hogy ezt kéne megverni, de hát igazából az, hogy webben az mennyire reális az a baseline, az alsó sor mutatja, hogy Budapestből elküldeni Londonba egy csomagot, és viszonylag eltelik 50 millisekundum, ami három szempillantás, úgyhogy erről már is lekéstünk ilyen környezetben, nem baj, ezt megpróbáljuk megcsinálni a tőlünk telhető legtöbbet. És most ezen a szlájdon látszik a legelső architektúránk. Azt csináltuk, hogy fölpattintottunk egy alkalmazást a Google App Engine-re, egy egészen klasszikus, ilyen több rétegű cache-elést megvalósító architektúrában, tehát beérkezik a lekérdezése az app szerverhez, annak nyilván kell egy csomó adat, ilyen modellek, meg ilyen termékinfók, amikhez el kell menjeni a különböző cache-ekhez, cache-ken nem találja meg, akkor elmegy a datasztorba, ami egy ilyen elosztott adatbázis réteg, és hát ennek nyilván eléggé nagyon latency-e, mert hogy éppen az adat, amit keresel, és akkor melyik gépen van, és akkor ide-oda kell menni a hálózatban, úgyhogy végül egy ilyen 100 millisekundumos latency-t sikerült produkálnunk. És hát úgy döntöttünk, hogy ez nem elég jó, nyilván ezen még lehet javítani, és hogy lehet ezen javítani? Hát úgy, hogyha közelebb hozod az adatokat az applikációs réteghez, hogy ne kelljen kifizetni a network latency-t. És ez lett a második architektúránk, ahol igazából az appszerverek mellett elindítottunk egy MongoDB instanszot, és az appszerverek közvetlenül ezzel beszélgettek.
Ahhoz, hogy ezt a trükköt meg tudjuk csinálni, tehát így már 10 millisekundum lett a latency, így a nagyságrendet javult, hogy ez, ahhoz, hogy ezt a trükköt meg tudjuk csinálni, az két dolog kellett. Az egyik az az, hogy hogy a modelleink, meg így a working setünk, az el kellett férjen egy gépen. A másik fontos dolog, hogy viszonylag jól toleráljuk az inkonzisztenciát. Tehát nem baj, hogyha egy nagyon picit állottas az adat ott a szervereken, mert azokból is még jól ki tudjuk szolgálni az ajánlásokat még a tegnapi modellből. És a jelenlegi architektúrában még tovább vittük ezt az ötletet, hogy vigyük közelebb az adatot az applikációhoz, és betettük a LevelDB-t az app szerverbe. A LevelDB az egy ilyen beágyazott adatbázis library, ami így a Java processzen belül ott így fut. És hát ezzel megspóroltuk egyrészt a TCP overheadet, másrészt meg a context switch-et, amit mindig ki kell fizetni a processzek közötti kommunikáció miatt, ami a MongoDB-nél volt, itt az sincs. Szóval így már egy millisekundumra vittük le a válaszidőt, és hát hogy fölmerülhet a kérdés, hogy mégis ennek mi értelme van, tehát egy 10 millisekundum az is már elég jó, az is ott van így a szempillantás alatt. Miért kell az 1 millisekundum? Hát erre az a válasz, hogy a throughputnak, az optimalizálásának a módja az, hogy a latency-t lecsökkented. Mert hogyha egy requestet 10-szer gyorsabban ki tud szolgálni, akkor egységnyi idő alatt, meg egységnyi hardveren 10-szer annyi requestet le fogsz tudni. És hát ezzel végül is növelted a throughputot. Úgyhogy végül is ez az előadásomnak a tanúsága, amit az utolsó slide-on föl is írtam. Minél közelebb viszed az adatot az applikációs réteghez, annál jobb lesz a latency-d, és emiatt meg annál jobb lesz a throughputod is. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és join act time. Húha. Ja igen, kicsit még sorjás ez a rendszer. Elszettem. Hát akkor mégsem maradok munkanélkül. És egy duplát kattint a szem. Mire? Hát ott van egy. Ja, ott van. New tech. Tehát, hogy azt azért érezzük, hogy new tech meetup. Igen, ez nagyon bleeding edge technológia. Nagyon prealfás. 9541. Egyébként augusztusra van ehhez egy előadó helyünk, hogyha érdekelsz. Egy. De szerintem még... Hát van itt egy kérdés, bízom ebben még mindig. Hol kell kérdésről lenni? Hát, hogy itt az... Tehát hol kell kérdést? Máshol nem lehet. Előszóban meg sem hallom. Kérdés az, hogy hol a fa főnök? Oda viszom az emberekhez a mikrofon. Jó, igen, lehet, hogy az lesz a legjobb. Szóval, ha van kérdésetek, akkor ezt nagyon szívesen megpróbálom megválaszolni élőszóban. Mint az állatok. Hogy lehet, hogy én nem figyeltem eléggé, de hogy amikor írás van, akkor végül is csak az egyik helyi adott bázisba kerül be az arányok. Tehát, hogy én értem, hogy jól toleráljuk. Nagyon nice sketch. Amiről nem beszéltem, hogy nyilván ott igazából, hogyha visszatekerünk a valamelyik slide-ra, a LevelDB-s vagy a MongoDB-s, mindegy, hogy ott igazából nincsen olyan téve a cucc, mint a Google Data Store-ban, hanem mi kell gondoskodjunk a konzisztenciáról. És hát ez konkrétan úgy működik, hogy felküldik a modelleket, meg a katalógus, meg az ilyesmit külön-külön az egyes szervereknek. Tehát ez egy ilyen shared nothing architecture. Ezért volt fontos az, hogy a working set az elférjen egy gépen. Tehát igazából nem is replikálnak egymás között, hanem ezt egy másik szint oldja meg, egy másik service oldja meg, hogy ott viszonylag konzisztensek legyenek az adatok. Kicsit mellékszel, de milyen webservice képzelsz el, JSON-osat vagy XML-eset? Mert ugye más tempóban tudnak kimenni. Hát most elképzelhetsz bármilyet, konkrétan JSON-P az, ami megy vissza a böngészőbe. Bonyolultabb, mint ami ennek így leírod. Ennek a nehézségéről tudnál egy pár szót mondani?
Hát igazából ez az alkalmazásunknak a karakterisztikájából adódik, hogy elfér a cuccunk egy gépen, mert hogy igazából nagyon-nagyon sok adatunk van, de hogy a ledesztillált része az egésznek, tehát a modellek, az ajánló modellek, amiket ilyen mappingeknek képzelje, hogy melyik termékhez milyen termékeket ajánlunk, meg ilyesmi, tehát azok viszonylag kicsik, és hát konkrétan befér, és hogyha nem is férne be, akkor is igazából ügyfelenként tudnánk sárdolni az adatbázis rétegünket, külön fellőhetnénk szervereket nagyobb ügyfeleknek, szóval ez így nem okoz problémát. Hát éppen nem férünk el RAM-ba, mert akkor igazából miért kéne a Level DB, mert akkor csak bepattintanánk egy cache-t, és akkor megoldódna minden. Nem, tehát a diszken van az adat, de a Level DB ezt megoldja ügyesen, hogy gyorsan hozzáfér mindenhez, konkurens módon. Úgy sok kérdés. Vagy a kosarazés. Köszönöm szépen a figyelmet, Vince.